És itt ül velem szemben az ENSZ menekültügyi szóvivője, Simon Ernő. Jó reggelt kívánok, akivel természetesen ugyanezen a szálon fogunk elindulni. Jó reggelt kívánok. Ahogyan Tarjányi Péter is mondta, elmarad természetesen a török miniszterelnök jelenlétének a hiányában a beszélgetés ma Brüsszelben 11 uniós vezető és a török miniszterelnök között, ami ugye a terv volt. További önkéntes menekültek önkéntes befogadásáról Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is ott lett volna ezen. Ezzel kapcsolatban egyébként a magyar miniszterelnöknek is volt fölvetése, nem tudom, hogy ehhez erre tud-e valamit reagálni. Ugye ő titkos záradékként beszélt erről, újabb kötelező kvótáktól, amelyektől meg kell menteni Európát és Magyarországot. Ez egy olyan német-török tárgyalások kapcsán merült fel. De ahogyan a német sajtó fogalmazott, ez egy nagyon jó kifejezés, a hajlandók koalíciójának nevezte azokat az országokat, amelyekben részt vennének. Tehát szó sincs arról, hogy ez mindenkire kötelező lenne. Működne ez így Törökországból? Menekültek befogadása olyan országokba, akik ezt vállalják, és lesznek ők elegen? Mindenképpen a megoldásnak egy szelete, egy része lehetne ez. A kvóta semmiképpen sem, ezt többször elmondtuk már az elmúlt hónapokban, semmiképpen sem a megoldás. A megoldásnak egy szelete, egy része, de sokkal komplexebb megoldás csomagra van a szükség. A kvóta ahhoz segítené hozzá részint a Szíriával a szomszédos országokat, részint pedig Európát, hogy ezt a válságot, ezt a humanitárius válságot mederben lehessen tartani. De egyébként azt, hogy a menekültek ilyen számba jönnek Szíriából, és máshonnan? És máshonnan is, de hát elsősorban szírekről van szó ma. Azt mindenképpen sokkal komplexebb megoldással kellene valahogy megpróbálni kezelni. Az ideális nyilván az lenne, hogyha véget érne a háború. Ezen az elsődleges cél. Addig viszont, amíg ez az emberek jönnek 100 000 számra, Európa felé is akár, addig a legfontosabb az, hogy ezekről az emberekről úgy gondoskodjunk, hogy ezek az emberek nem a saját jó szántukból indultak útnak, őket a háború űzte el az otthonaikból, tehát ők megérdemlik azt, akik menekültek, ők megérdemlik azt, hogy újra kezdhessék az életüket egyfajta biztonságban. Ezzel a szálon maradnék önnel, csak egy pillanatra megnyitnék egy zárójelet, nem akarok ezzel túl sokat foglalkozni. A müncheni csúccsal kapcsolatban mi a véleménye arról az eredményről? Egy picit úgy éreztem magam, mint a szépségkirálynők, amikor azt mondják, hogy legyen világbéke, hogy legyen vége a szíriai háborúnak, ezt sikerült megállapítani. Amikor, ahogyan mondja, a szíriai háború lezárásának az elképesztő sürgető jelentőségéről szó volt. Jutottak valamire? Ugye egy hónap múlva a háború a 6. évébe lép. 5 éve robbant ki ez a háború Szíriában, 5 év alatt nem sikerült a nemzetközi közösségnek semmit elérnie. Voltak mindenféle próbálkozások, igazán nem is mondhatom azt, hogy túlságosan sok intenzív próbálkozás volt, és semmi nem történt, ehhez képest a háború már megölt közel 300 000 embert, már elűzött az otthonából és az országból több mint 4-4,5 millió embert, és az országon belül elűzött az otthonából mint egy 8-8,5 millió embert. Ilyen rettenetes áron ennek a háborúnak, és ehhez képest nem történt semmi. Térjük vissza Münchenből Szíriába. Egy ENSZ kritikát szeretnék idézni önnek, méghozzá a török politika oldaláról. Azt mondták, hogy már nem először mondják természetesen, hogy megnyitják a határaikat előbb-utóbb. Európa számítson arra, hogy rázudítják azt a tömeget, amely elmenekült az otthonából, és ők 50 milliárdot költöttek azokra az emberekre, ha jól idézem a számokat, és javítson ki, ha nem így van, akik sátortáborokban élnek ott évek óta, miközben az ENSZ 500 000 000 dollárról beszélünk. Dollárt költött erre. Az egy óriási különbség a két összeg. Természetesen az ENSZ mi vagyunk, ezt szeretném hangsúlyozni, ugyanúgy, ahogyan, amikor az Unióról beszélünk, akkor az nem valami idegen test, hanem mi vagyunk. Ez minden nemzetközi intézményre, amelynek a tagsága dönt és ad pénzt össze, érvényes. Úgy gondolom, hogy ezek alapvetően politikai jellegű nyilatkozatok. Értem. Tehát, hogy Európa rázódítanak menekülteket, a menekültek, mint látjuk, most is jönnek. Ráadásul úgy is jönnek, hogy tél volt. De abban igaza van a török vezetésnek, hogy jöhetne több? Persze, jöhetne több. Nyilvánvalóan sokkal több, mint amikor tavaly azt láttuk, hogy naponta jöttek több mint 10 000-en, sokkal több, már csak fizikailag is nehéz lenne, hogy jöjjön. De azt látjuk, hogy a tél beállt. December-januárban is jöttek az emberek, sőt, vállalták a tengeri átkelést az Égei tengeren keresztül Törökországból a Görög-szigetek felé. Olyannyira vállalták a kockázatot, hogy eddig az Égei tengeren ez a január volt a leghalálosabb hónap. 344 ember halt meg a tengeren, ami számaink szerint. Azaz, más szóval, naponta átlagban 11 ember fulladt a tengerbe, és mégis jönnek az emberek, mert hogy olyan állapotok közül jönnek el, hogy nincs más választásuk, mint menekülni. Vagy a halál, vagy az élet, vagy a halál. Visszatérve a számokra,
a táborok fenntartása. Egyébként a magyar miniszterelnök nagyon helyesen azt mondta, hogy Magyarország ugye a helyben való megoldásban érdekelt, sok pénzt fog költeni például szíriai iskola gyerekek ellátására Magyarország önerőből 50 milliárdot mondott, amit rá kellett költeni a menekültek ellátására és a táborok fenntartására a török vezetés, és fél milliárd dollárt, csak megismétlem a számokat, az ENSZ részéről. Lehet, hogy ez nem pénzkérdés, lehet, hogy ezek a számok nem így arányosak, lehet, hogy igaza van abban, hogy ez csak politika, de mit lehet tenni azoknak az embereknek a sorsáért, akik gyerekek sátorokban születtek, és azt az egyetlen otthont ismerik? Az, hogy politikus nyilatkozott, azt arra értettem, hogy rászabadítja, úgymond Törökország Európára a menekülteket. Ja, persze, amúgy, dehogy nem, ez nagyon is pénzkérdés a mostani helyzetben. Tehát az, hogy a válságot kezeljék, tehát a háborút, hogy megoldják, az nyilván nem pénzkérdés, az politikai akarat kérdése. Dolga, a humanitárius válságkezelés, az emberekről, a menekültekről szóló gondoskodás, az nagyon is pénzkérdés. Jellemző, hogy az ENSZ különböző szervezetei élükön velünk, az ENSZ menekülti főbiztosságával, de a világélelmezési alap és sok mindenki más. Évek óta hiába kérnek megfelelő nagyságú összeget arra, hogy a munkájukat elláthassák. A nemzetközi közösségtől. Mi is egyébként, az ENSZ mi vagyunk. Mi is egyébként úgy működünk az ENSZ menekülti főbiztosság, hogy nekünk nincs egy fix költségvetésünk. Mi az adományokból, amit a kormányok, a nemzetközi szervezetek, a magánszemélyek, az üzleti szféra ad össze, abból tudjuk végezni a munkánkat. Tehát, a mi felelősség. És ez egy óriási, óriási összeg nyilván, hiszen nem csak beszéltünk már erről, nem csak Szíriáról van szó. Igen. Van szó Afganisztánról, Irakról, rengeteg Afrikában dúló válságról, vagy akár Latin-Amerikáról. Tehát óriási pénzekre volna szükség, ehhez képest az igényelt összeghez képest egyre kisebb arányú pénz folyik be a mi büdzsénkbe. Az hogy lehetséges, miközben egész Európa retteg a menekült válságtól és a megoldást keresi? Azt hiszem, hogy éppen ez a mostani helyzet változtatni is fog talán ezen, ha legyek egy kis optimista, hiszen azt láttuk tavaly például, hogy míg az év egészében az igényelt összegnek alig az 50%-a, 51-néhány százaléka érkezett meg, ennek a pénznek, ami végül befolyt, ennek a túlnyomó része az év utolsó negyedében, harmadában. Aha, ezért ez lehet fontos. Nem tudom, hogy arányaiban mennyit költenek az európai országok most kerítésekre, meg védelemre, ahhoz képest például, hogy azoknak az embereknek az ellátása, a méltóság és a tisztesség mércéjét megüsse. Továbbra is az véleményünk a kerítésekről, ezekről a fajta megoldásokról, amik nyilván mint megoldás egyre jobban terjednek, egyre népszerűbbé válnak a régióban és Európa szerte, hogy ezek a kerítések semmiképpen sem oldják meg a helyzetet, semmiképpen sem jelentenek átfogó megoldást. Az látszik, hogy addig például Magyarország esetében ez a kerítés működik, működni látszik, amíg a menekültek tudnak más úton Európa felé haladni, amint ezek az útvonalak bezárulnak, amint egyre jobban beszűkülnek ezek az útvonalak, annál komolyabb lesz az esély annak, hogy a menekültek ismét Magyarországot is választják útirányként. Azt már láthattuk, hogy az elmúlt hetekben, ha nem is olyan nagyságrendekről beszélünk, mint tavaly ősszel, vagy tavaly nyár végén ősszel, de azért ismét már naponta több tucat ember lépj át a magyar-szerb határt például. A magyar miniszterelnök 38 millió ember érkezését potenciálisan vizionálja, illetve hát ezt a számot említette, és új útvonalakról beszélnek nagyon sokan. Mit tud az ENSZ az új útvonalak formálódásáról, lehetőségeiről? Említette Magyarország potenciális újabb érintettségét. Ugye, ahogy különböző intézkedéseket hoznak az országok annak érdekében, hogy fékezzék, lassítsák ezt a beáramlást, annak függvényében folyamatosan rendkívül rugalmas és képlékeny módon alakulnak át a menekültek útvonalai. Például az elmúlt hetekben, amikor arról beszélek, hogy ismét több tucat ember érkezik naponta Magyarország felé, akkor azt látjuk, úgy tűnik legalábbis, hogy miután a macedón határon döntően azok az emberek tudnak átkelni, azokat engedik át, akik Szíriából, Irakból, Afganisztánból érkeznek, a többieket nem, vagy elenyésző arányban. Ezért ezek az emberek inkább megpróbálkoznak ismét például Bulgária felé átjutni, és Bulgáriából a bolgár-szerb határ felől érkeznek meg aztán a magyar határhoz. Uh-huh. Ez már egy új fejlemény, de még sok minden más hasonló változtatás elképzelhető. Mint hogy abban a szerencsében van részem, hogy a menekültügyi szóvivővel van most beszélgetésem az ENSZ részéről, ezért nem tudok elmenni amellett, hogy tegnap a magyar miniszterelnök Moszkvában megköszönte az oroszok szíriai beavatkozását. Hadd kérdezzem meg, hogy mit tud az ENSZ arról, hogy az oroszok szíriai beavatkozása Szírián belül vagy a török határon milyen emberi, jogi, humanitárius krízist generált, ha egyáltalán így van?
Azt nagyjából a hírekből tudható, ez nem az én álláspontom, ez a hírekben olvasható. Persze, csak a tényekről kérdezem. Hogy gyakorlatilag a kormányerők az utóbbi időben Szíriában előnyomultak Aleppo környékén, és ezt az előnyomulást közvetlenül segíti az orosz fellépés, az orosz katonai fellépés a térségben. Azt pedig szintén látjuk következményként, hogy Aleppóból és a környékéről a török határ felé 10 000 indultak meg az elmúlt hetekben. Mármint, hogy civil menekültek. A beavatkozásnak a nyomán. Mit vár Brüsszeltől? Hadd legyek ismét optimista, mert mi más választásom van. Azt várnám, hogy Európa előbb-utóbb csak visszatáll ahhoz a közös hanghoz, hogy együttesen kell megoldást találni egy olyan problémára, ami Európa egészét érinti, és semmiképpen sem az a megoldás, hogy ezt a problémát kívülre kezdjük Európa határain, hanem valóban kezelni próbáljuk ezt a problémát. Hozzáteszem, hogy soha az ENSZ menekültügyi főbiztossága nem mondta azt, hogy mindenkit be kell fogadni. Mindig is azt mondtuk, hogy aki menedéket kér, azt be kell engedni, ki kell vizsgálni minden egyes embernek a menedékkérelmét, és aki valóban az életveszélyben menekül, azt be kell fogadni, a többieket nem. Köszönöm szépen ez zárszónak, és többet fogunk tudni Brüsszel után. Köszönöm szépen.